Szervusz! Lovat vettem, lassat. Milyen lovat? Vénységemre. Szervusz! Álljartunk egyet. Vénkarabja. Hajtsd meg. Itt ebben a körzetben, itt 100 méter körzetben, ahol én lakok, van az 20-25 ezer asszony. Őszinte, finom, 2-3 csak. Mi a finom már is? Mi van? Lucni, budaini. Jó. Két kávanyára van mocskos budaini. Meg ott pattom a mocskos. Szerűs öregem! A világon a legjobb potencia növelő, a magja, a csallány magja. Féltem, mert inget az angyom úgy elijesztett nekem, volt egy angyom, és együtt torottunk ki, leomotos. Luci angyodé? Nem, Korta Gyarfasni, Isten nyugtassa. És azt mondta nekem, hogy tudod-e, ez olyan, amikor a Leant kezdik meg, mintha a szajot nyúznak. És én úgy megijedtem, hogy megnyúznak. Hát egy kicsit vágyalmasan az iszok a barátom. Újra szólvoltam, és ezt fecsítem, hogy a ruhámot csak. Tudom, lelakot mondtam, te feküdj le. Én aztán lefekszek. Lefeküdte, mikor közelített, hogy elejjen meg, akkor túlfelé szartam le az ágyból, mert közepén ott a az ágyat úgy csinálta meg az asztalos, hogy a deszkát, ugye ilyen régi módi ágy, a deszkát, ami tartotta a lécet, az csak két szeggel alig odaakasztotta. És akkor, amikor lefeküdtünk, akkor, pedig tényleg még akkor nem csináltunk semmit, hup le oda földre, ne? És akkor az ágy alól másztunk ki. Hát tényleg így volt. Marton Gyuri keresztapám csinálta. És a deszkák lásták, és le a szalmazsák, le a derekaj. És mi oda belé a lábunk, s a fejünk egy hát volt, akkor aztán kikacagtuk magunkat, és aztán valahogy csináltunk helyet magunknak, és az uram kimászott, és aztán engem kihúzott a zi alól. Na, ilyeneket csináltuk. Másik csengőt kötött az ágy aljára, igen, hogy hallják, amikor valamit csinálnak, hogy cseng a... 60 darab kell legyen. Mondatinak az ágya egy végben volt. Például az enyémben is. Voltak a fiatalok, seregek. Két szobában volt. Zsuzsa, egy szobában volt egy konyha. És a szobában volt a tiszta holmink, és esztendeig egymás végében volt. Ragyunk, jó kellett legyen. Majd nem szégyelték magukat. Mit szégyenkezik? Csendben dolgoztak, akkor nem jajgottak. Na most van-e kérőd, hogy elbúcsúzza a leskét? Hogy ne volna? Ez itt nem merek férhez menni második szor, a harmadik szor imámát. A kérőimhez nem merek elmenni, mert én ma annyi ideje, hogy gondolom, hogy úgy bénőt, hogy most előről kell kázzálni. Minden az éjszaka.
mikor akart hozzám bújni, akkor én szartam le, ezen a felén az ágynak, és akkor csalogatott vissza, és akkor újra, mikor elállt meg, akkor itt szartam le, és az így ment. Hát ő hogy szenvedhetett? Nem volt kedvem, mondtam, hogy nincs kedvem neki. Aztán látta, hogy úgy vonzódom, hát ilyen, hogy szoktak mondani, előjátékokat csinált, hogy ugye lefeküdtünk, elkezdett játszani, hogy csókolt minden nyakamot, mindent, hogy hogy szeretlek, s imádlak, s nem tudom is. Ez úgy befolyásolt aztán, hogy ez úgy bejött divatba, mint az evés. Szervusztok, Mókuska! Hát én öregem vagyok. Kapcsolja, minden a maga idejében. Akkor a legsz, és akkor a legjobb. Fel azt a kávét, te viszik. Azt mondta az egyik öreg, hogy az Isten mit nem vettál a kívánságot és a tehetetlenséggel. Igen. A kívánság, még most tehetség nincsen, és új kívánzott dög lesz meg. Nagyon szép a szerelem. A nő nem mert a férjének megmondani, hogy most szeretnék, majd most már azt mondjak, hogy dugjunk. Hát gyere! Ezt nem mondta meg a szegény feleség a férfinak. Hanem azt mondja, hogy a lábát dugta oda, hogy avval jelezte, hogy ő most akar. Mondom, miért nem mondod meg? Hát most nem piszkáld az én lábamat, mert én cukós vagyok. Szép volt az az ilyen dolog.
Atya. Se, gyere ide. Gyere ide, gyere ide. Milyen mellám volt? Ó, hát... Úgy hívtak, hogy Högyös Csötülány. Hát én voltam a legszebb lány, és hát a legügyesebb is, ugye? Én a maminyával csókolóztam. Megvesztek értem. Hát voltak értem, kedveltem, na hát elhaza kísérhetsz, vagy jöhetsz, vagy nem jöhetsz, vagy nem köllhetsz, vagy... Szóval kis utálatos voltam, na kis beképzelt, na. Hát mondták is, hogy kis be... Hát ugye én vartam, és vartam már magamnak a ruhát, hát én mindig csinos voltam. 16 éves voltam, akkor meg a bátyámmal beiratkoztunk a tánciskolába, ugye az, hát... Meg aztán, hát ugye én tudtam táncolni, hát én minden táncot tudtam. Madagy Viktor, tánctanár, megfogta a kezemet, vezetett a közepire. Na hát akkor ide figyeljenek, egy, kettő. Hát nem én csináltam utána. Aztán meg ugye fogott és... Vitt, mint a szélvész körbe. Hát én úgy keringőztem az első percük kezdve, mint a világ. Hát én velem mutattam az összes táncot, meg akkor a tetejében még megnyertem a szépségversenyt. Aztán, na mindjárt tudtam, hogy honnan fúj a szél. Aztán mondom, most megyek. Azt mondja, jó estét, kislány, ne siessen annyira. Elkísérem haza, ha megengedi. Csak jöjjön. Eljött, elkísért 50 évig. Erzsébet. Thank you.
to balio četnika. Föl az üres üvegeket, és hallom, hogy zörög ebbe szobába valami. Hát mondom, hogyan került ide macska? És ahogy ezt elgondolom, nyílik a szobajtó, és kiugrik a gyerek, 45 éves. Hát elvártam belőle. Kiugrik, én meg fölfogom a sörös üveget, és fejbe vágom, így megfordulok, és ahogy fut ki, fejbe ütöttem, elfaladt. Látom az ablakból, hogy megy be az öreg, viszi a bort. Na megállj, mondom, adok neked ebből a bérmancsővel. Csak egyet vághassak utánad. Elfelejtette, hogy hogyan küldi hozzám begyűni. Hát azt megyek, mondom, itt van ez a szemét, de már akkor azt ott mondom a konyhajtó előtt. És az meg így csinál, az ajtóba ül az asztalnál, ezen mód. És azt mondja, na mi van? Azt mondja nekem. De én már akkor erre-szóra odaérek, és fogom azt a vas csövet, én úgy fejbe vágtam, hogy az elfelejtett mindent. És egymás után, ahogy mind a csépszekén, én azt ütöttem, vágtam abban a vas csővel, míg le nem bukott a székről. Nagyon csattam a Danóci Latit. 80 éves voltam. Hát a börtönbe.
A szerelem, ha sírig kell tartson, akkor tartson, és legyél boldog, csókoljad, igényeit elégíts ki. A hites azt mondja, ha tisztában van a kezed, és a férjed mélyen áll, vedd ki a tisztából a kezed, és mozd meg, és az igényét elégíts ki, és azután is tudsz dagasztani. Olyan hip-hops, kénes, hogy nekem, ha jól esett, és ha nem esett jól, és csak ő haladjon. Hát milyen, amikor valaki, most látom a filmekben, a televízióban, hogy milyen szerelem, és mondom, ebben nem volt rész. Úgy esett, mint a hatunkban, a kés szúrták volna sokszor, no, de hát a férfinak elmondtad a hitet, akkor hagyni kell. És kész. A férfi ott legyen, ahol kell. Tetején. Felemelti a lábáját. A nő megfogta az embernek a fejét, megtörkölte. Tudta, hogy most élvez. Nem menj el. Maradjál. Most a legjobb. Hm? Máma bíva. Férfi lefekszik, nő rákutorodik, és löködi mind maga hajnalt. Majd elszakad a derekat, a fegyver majdnem eltörik. Nem, átölelni, megcsókolni, megsimogatni, kédelelte aranyos kis csucskát, megsimogatni. És az ember összeborul. És ha úgy tetszik, még egyszer. Nem volt az a csórira vetkezés egy mars mellett, egy mars előtt. Nem, hát én nem, azt sem tudom mikor. Szóval én tiszta csórira az uram előtt nem vetkeztem le. Egy artalan, hogy én egy bugyis, egy valami ing vagy valami rajtam, én nem vetkeztem le. Egy artalan. Nem voltunk mi ehhez hézaszokva sem, de nem is követelték. Megcsokoltuk egymás arcát, esetleg noha szájon csokoltuk egymást, az ma erőstől szeretet volt. Ez ma nagy szeretet volt. No, de csak ott ház előtt nem volt az, hogy a nyelvünket dugjuk be egymás szájába. Jó Istenem! Az idős nénik nem voltak bugyit. Hát azok úgy féltek a hönger gözistől, hogy a szík szakadt. Egy-egy pohar pálinka, még minden. Ez ugye a júnyíréseknél, aztán amikor elmentek fel az erdőre, ugye meg kellett nyírni a juhokat, és akkor aztán kapták el a férfiak a nőket, és be az oldalon hengörgőztek. Ahol jó kövér. Hát igen. De mindenhol megvan ma. Megvan. Minden szép az a kékne felesni. De milyen szép. Hisz. Édesanyám, édesanyám, hoztunk néked langoló szívet. Oltárodra piros rózsát, kékne felesét. Csak nem tudok, te bebelőled. Itt a lépőkön menjen
Ja? Már füst van, úgyhogy én már lesz valami. Tudja, hogy hogy mondtuk ezelőtt? Füst bűnösre, slang igazra. Slang igazra, igen. Parancsolj! Na, Istennek legyen hala, mai napét, Istennek legyen, hogy megszegyet kérhettünk kidesni ma segélynek, az étára segélynek, a hazamenésre. Ma a tüzes jobban fog égni, meglátszál, szegényük. És ez a tegyele Pista bácsi. Igen. Az elkapódhat, milyen jól tudta szöngörőzni az az ember. Haj. Mert azt tudja, hogy karját, a könyökit ügyesen. Vétette a hó. Magad tette. És a lábával leszácsipte a talábodot, úgyhogy szoknyát se terült se, semmi. Úgy mentünk ott, hogy nem is éreztem, amikor ő volt felül, hogy hengerőzünk. Nem a férjem, mert mikor melyik férfinak ki megtetszett, ha kapta el, szóval hengerőzött. És aztán ő volt még féltékenységes, ugyes. Ez már jól van, nincs jól? Melyik? Ez az én. Na, nem mondja, ugye hallgatkozik vele. Hogy mi járt el bokorba? Hát igen. Hát mondtam, nem jártam be. Hát akkor hogy hengerőztek? Hát úgy hengerőztünk, hogy amikor oda beértünk a zajba, akkor felkültünk. Úgy, amint. Úgy, amint, évó. Bűntagadva jár. Hát nem, ez persze. Ne, 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 a vonat ne. A vénkecske is még nyolyorsult. Curuk lassan, curuk. Curuk, csá. Csá. Ué, hajj szelém le, ué! Na, rájössze. Ma ügyesebben. Hát most ma így. Csá, gyere. Csá, hajj, ué. Hajj, tudom. Hajj szelém, csá. Csá, ne. Az ostót az anyára, akit hajtta. Csá, oda né. Csá, oda né. Csá. Mit szért a lelkedni? Pár jött egy Szent Tamási ember leánkérőbe. Tudja mit? Maga menjen haza. Ingemet ne kérjen, az agyamnak gondot, a pinamnak dolgot nem szerzek. Jól kitalálta, érted? Mindjárt rajtunk van a szót, hiszem a blót, elelem a babámot, úgy sem érem keresztül a világot. Thank you.
elmentünk Fari Várdán falába fürödni. És ugye ott most már a csipánk annyira kinyílt, hogy két kádba fürödtünk, ez így igaz, egy fürkébe. És akkor ugye levetkezett ő és én is. És akkor már most, körül a tavaly, szégyen nem volt. Annyi, hát egy kicsit üresztettem magamot, de hát ott ez felkapott, eszanyolt, és összecsukolgatott, és vége volt a világnak, amit nem csinált, ugye. És akkor is szép. De tényleg buták voltunk, és féltünk, és a sok jótól el maradtunk mű. Most már nem. Hát hogy hiányzott a hiányzott a házat kell jönni? Tudod, akkor már töri meg az ember. Annyira szédülsz, hogy még azt a hóármért nem lehet biciklira ülni. Hát de hogy nem. A szív az sírig tud szeretni. Az egyszer biztos. Az tiszta munka. Sírig. Hát hallod-e? Úgy egy kicsit. Hogy? Úgy egy kicsit rosszul esett, tehát aztán belényugodtam. Szemüvegem, szemüvegem, tény. Nem ezt szállhatod, ilyen beszél, hogy ne szállhatnél. Ó, igen, etettem évig. Mostam le a testét, minden, ami csak létezett. Aztán, amikor összepiszkolta magát, magyaráztam aprólékosan, akkor szerencsére el tudtam, mert megtanultam a kórházban, hogy kell bánni az olyan beteggel. Elmentem az erdőre, ott szedegettem neki egy kicsi bázokba olyan erdei piros eprét. Közben, amikor hazajöttem, akkor nekiálltam főzni húslevest. Húslevest. Még sütöttem ilyen
vékony, ahogy szokani még, hogy hégpalacsintát, azt a vékonyat, amit hamar lehet sütni. És akkor este, utolsó este már a nagy paradicsa előtt, akkor aztán azt mondja nekem, a feleségem, hogy tudd meg, hogy nem állhattalak soha. Hát aztán mondtam neki, akkor miért ültél véle, mondtam neki, ha nem állhattál. Aztán elmúlt, oda van. Ott a szomszédban, másik utcában laktunk, nem itt. Egy fiatalabb, mint én, fiatalabb férfival, 7 éve. Aval összeadta magát. Aztán mindig használta, hogy úgy mondjam, na, magyarul használta. Itt kaptam el, megint az én házamban, éppen úgy volt egy olyan kis spájsz, mint van itt nekem a spájsz. Ott csinálták a dolgokat. Mikor benyitottam a házba, kintről, akkor láttam, hogy mit csinálnak. Még ennyit csinálta a feleségem, mikor engem, mert meglepődött, mikor én benyitottam az ajtót. Azt mondja nekem, hogy annyit csináltam, mikor meglátott. Aztán én fogtam magam, láttam, hogy mert ott a spájzban volt egy létrán fel a padlásra, a férfi felszaladt oda. Én még aztán, hogy tudjon elmenni, ne verekedjünk össze, én elmentem ki az udvarra. Akkor ment el a férfi. De soha mégsem nem is említettem fel a feleségemnek, hogy hogy viselkedett. Olyan gondolkodásra volt, hogy mégis átadta magát másnak. Úgyhogy. Azután aztán nem csak a szomszédjával történt, hanem a megyei brigádosokkal is csinálta. Csak mondom, hogy kétszer álmodtam véle itt az ágyba. De már reggel, amikor felébredtem, már olyan úgy el voltam vidámulva, hogy álmodtam véle. Igazán. Olyan volt, hogy ha most is nagy, most már akkora igénye volt, hogy mondom, na ki kell rásna azt. Nem lettem volna, és ajjál, se így, se úgy neki. Hogy menjünk ki a hegybe, oda nem messze van ott a fürdőről, és szabad levegőre, és letesik a pokroszot félre, ahol annyit nem járnak emberek. Ott elbeszélgettünk, hogy megeszünk, megiszunk, és meglátogatunk. És azt mondja, hogy miért? Massza semmi is fog, meg jól. Te ott a kádban volt, amilyen volt. Na, hogy legyek őszinte. Jól mondom-e? Na. Kádban volt, amilyen volt, és mondom, jó, ja, nem jó, az így. Hát akkor a karás fiatalabbat, erősebbet, amelyik csinított téged szolgálni, tökéletesen. Jó, hát te jó vagy, jó. Na, gondolatban de hát tovább nincsen. Na, hagyd végig, jó, hagyd te így.
tudja az ökömét. Jót nem kapok, s rossz nem kell. Szerelem, a csókolózás, az itt bolondultam életemben, most is ott vagyok. Azt se tudtam egy jó darabig, hogy mi az élvezés. Mi az élvezés? A férjem 77 éves volt, amikor meghalt. 67 éves, na bocsánat, 67 éves, és akkor én 3 évvel kisebb vagyok tőle. Halála után sok idő eltőtt, most ízi, ugye fölöttem, mosakodtam, ugye jártam munkába, mentem inni, hitt a privát helyekhez, főzés, mindig. Lefeküdtem, megmosakodtam, és éreztem, hogy mikor örökké magamot úgy mosom, hirtelenül, alig ért a kezem úgy oda, és hirtelenül éreztem egy olyan, hogy olyan, mintha vér megfutott volna bennem, vagy mi. S hát ez volt. Na, mondom, most volna egy ember, egy jó szeretett valaki csoda. De ki? Tizennegyedik. A nagyvilágban olyan fiatal leánkat elmert édesanyám engedni, mert el kellett engedni. 5 évig és 3 hónapot szolgáltam idegenbe. És én még el sem voltam alulva, s hát egyszerűen fürdőszobor nyílik. És én már itt befelé voltam fordulva a takaró alatt, és nézem, hogy hát mit akar gazdámat, hova akar, ki akar menni, vagy mi akar. És hát a pizsomba felső részében volt, én addig soha életemben farkat nem láttam. Egy nagy mocskos, büdös, nagy farok van oda. Feljutott a villant, és nézett oda, hogy én nézek egy vissza. És akkor én megijedtem, befelé a fal felé, gondoltam, hogy hogy menjen el visszafelé. Még akkor sem gondoltam, hogy izé. Jövően már úgy felkapta a csergét, hogy teljesen így, mint a levegőben, segben befeküdt melléje. Ahol a felállott faszával, hogy így mondja. Én felhúzottam a falra. Nekem ott füvet, falat, mindent így írt. Üttem a falat, ordítottam, segítség, segít. És pontosan a két kicsi állt, 6 éves fiacskája, és a 3 éves kislány jöttek keresztül, meg pont a fal,
mellett ott volt nekik az ágyuk. Ekkor gazda, gyorsan felszedte magát, önt vágott kettőt a gyermeknek az orcájára, hogy az ujjahájai... Mit jöttetek ide? Igen. S hát kopogtatnak itt az ajtón, s hát az ünöses jöttek. Mondjuk, hogy így áll a szívánál, akkor milyen öreg vagyok. Mert szerettem a jócsa, szépecs minden, de fiatal van, nem tudnám csinálni, nekem öreg nem kellett a szigalvai. Egy olyan fiatal tartani, ha itt olyan van a világ, vagy itt a falun és olyan van, hogy titokban tarts egy szeretőt. Mondom, én most minden fiatalnak azt mondom, hogy amíg jól esik, csináljon. Ne tartogassam, hát most már... Most szárad. Most kijogottam, hogy na, kúj! Úgy fajt, hogy a legfél. Úgy gondoljuk. Ott nincs a nedvesség. Fogy el a víz belőle. Az energia még. A kúj meg a gévje szárad, értem, hát az sincs. A gévjétre. Szóval kimaradtunk, nem baj. Itt van most. Töröm a fejemet. Hogy? Hát itt van 60 éves, fiatalok, kész. Hogy? És nem is egy. De nem, hogy minden este, hogy tudja fene, az már nem ment ahhoz, 20 éves koromban se. De van úgy, hogy megkívánja az ember. Virogatom. Na, meccélre, szélre. Hogy mondtam? Veronka egy nagyon finom asszony. Rögtön is elfogadnám. Thank you.
szerettem a nőket, szerettem az italt, szerettem a táncot, szerettem a dolgot. Hogy nem hiába jött el a nap értem, életem az volt. Ennél szebb és jobb dolgot az életben nem tudok, mint az, hogy szerelmes lenni. Festen az utcán, sétál egy kislány. Utána egy gavallér, gallér a nyakán. Azt tudja, hogy volt, ugye, mikor nekem szóltak, akkor már a fájásai voltak. Igen. Le kellett feküdjön, jött egy lap. Egy lap. Vettem a pelenkát, szépen azt nyomtam vissza, mondtam, Erzsi, fáj-e, ha fáj, szóljál. Nem mondtam, hogy mit csinálok. Igen, igen, jó. Azt a lábat nyomtam vissza, mondta, nem fáj. De vagy háromszor kijött, úgy csak az egy láb. Akkor, mikor visszanyomtam, megláttam, hogy a kicsi... Panakai. Ha nem, a hargasinánál jő, valahogy van egy kicsi bog. Azzal szépen oda nyúltam a pelenkával, és azt megfogtam, és kezdtem húzni, és a másikot így tartottam visszafelé. Azt addig húztam elé a másik lába, hogy a két lába kijött. Akkor felakadtak a kezein, nem, a keze nem jött. És akkor én így fogtam, hogy nehogy ugye, repedjen, és éreztem, hogy a szívverése gyengül. Mondom, nyomja Erzsi már Leanka bájba, meg most azt mondja, Leanka is. Ez is Leanka is. Mondom, nem tudom micsoda. Megijedtem, hogy nem nyomja ki, ha megmondta, hogy Leanka. Na azt addig kínlottam vele, hogy csak a kezei, és akkor azt egyként megszületett, de abszolút megkékülve, semmi hang, semmi, semmi. Próbáltam labanal fogva így hintasztatni, és minden, de nem. Letettem a száját, megtöröltem, és kezdtem fújni a szájába. Igen, igen, igen. Kicsit gyengén. A levegőt, és akkor Gizi akkor lesett ki a kamara ajtón. Jött attól a Jula néni konyhájából, és attól lesett, és azt mondja, jaj, Veronka, nem utálod, és mondom, annél tisztább soha nem lesz. Na, mit utálsz ebben? Na, aztán felsírta le, amikor hagytam egyet, jót sírjon, akkor elvágtam a ködökit, vettem kékszaszt, kértem minden, elvágtam a ködökit, mikor kezdtem bépolyálni, lapiton vágja meg. Akkor jött a... Jaj, van lapitot, itt vagy üsse nem meg. Látok. Na. Mikor az orvos felhúzta a Szentgyergyi, azt mondta Veronka, néni nem tudom, hogy mondta. Veronka így mondta. Én ennek nem fogta volna itthon neki. Hát Csilla meghalt volna, ha nem lettem volna. Mert nem tudtam volna megszülni. Ha kellett volna vigyék. De nem tudtam volna megszülni, és addig már meghalt volna. Mert mondom, úgy elhalva volt, olyan kék volt, mint a kék posztó. Vagyja, ugye. Tessék megszülni. Megmosakodott, hogy minden az Úristen, hogy ott egy ilyen úr van, ha lefekszik, hát akkor ő legyen ugye olyan. Jó az illata. Azt mondja, de figyelj, menj vissza, menj haza, nekem természetesen hónap vagy hónap. Úgy az a szagodat.
Nekem nem osakos, nekem be semmi parfümbe. Annyi parfümöt kaptam én a feleségemtől nekem. Nekem az... legyen meg a rendőrszobó. Azt mondtam ott az én unoka, vagy nem, a nagybátyám, a Dobos Imre bácsi, Isten nyugtassa, hogy a jó pinának a vasfajszaga van. János Bád azt mondta, jó pinának olyan szagja van, mint a herénynek. Ajjajjaj! Isten! Azt szerette. No. Herint. De valami van benne. Na most, van mondok, olyan, mondok, hogy a bőre... Hát látod, tényleg beszélnekelik, hogy a bőre villog. Ide figyelj, nem a te útnak. Igen, na. Ugye nem nagyon tudtunk élvezni. Sa-sa-sa-sa-sa. És akkor azt mondta, hogy mikor a Magda lakadalma volt, Mari lakadalma volt, Krisztina néni közebb tízesből volt a szakácsi. És ugye panaszkodtunk fiatal asszonyok, Kadar. Hogy... Kadar. Igen, Krisztina hogy nem tudunk néni. Élvezni. Igen. És azt mondja, ó, sok marha buta szamár. No. Hát mi? Krisztina néni legyen szíves. Nem igaz, egyszer ezt még megcsináljuk, és azután. Krisztina néni legyen szíves, mondja még. Nem. Na azt mondja, hogy megmondom, hogy még félszidékkel ezt tudtok élvezni. Jaj, Krisztina néni, hogy? Hazamentek, férfiak, hunyák, veszem meg egy csapilokat. Tegyetek az ujjatokra egy kicsi disznyózsírt. Sa-sa-sa-sa-sa. Ó, kiteket. És azt mondja, úgy tudtok élvezni, mint a hagyermény közé. Ebből ma nem kérek. Na, jön meg! Nem. Na, nem számítok kérni, vagy nem kérni. Megpróbáltam, hazaértem, megpróbáltam. Úgy lehet élvezni, mint a füst. Nem. Akar, ebből nem kérek. Jaj, miket tanultam. Hajjaj! Én megértem, hogy esetleg tud. De szarozom, no. De. Puszi nélkül, s egy kicsi édesség nélkül, s egy kicsi állíraték nélkül, s egy kicsi jó. Minden nélkül. Ha megmondtam, nem ér meg egy nagy rakás ganyirakás. Hát mondom, hogy én szarozom, te szarozom. Hát az kutyafasza, én szarozom. Milyen a szarozom nélkül? Hát ez, amit elmondtam. Az nem ér semmi. Ebből már nem kérek ebből a szerelémből. Jó, hát a nem szerelém tudom. Nem van. Hát csak egy írvezakó. Szarozom. Ebből ma nem kérdezik. Férfi nélkül. Próbáld meg aztán. Én most. Próbáld meg aztán, szarozom. Na, kifelé. Gyerünk. Magának a, ajé, Róza néni. A csicsei megtartsa, akkor jó puha lesz, hogy. Nem fogja érni a semmi baja nem lesz. Szép blúzomot be kell nye. Odaj érja, nem terik ez. Hol van Róza néni? Én ide lehézelek, megpróbálok. Nem adok meg. Le kell fékezzem magam. Ide figyelj, mikor oda érek, mi van a szőres izével, egyet koppincsó rea. A bárba megint. Ne. Na, bájam már talítod. Na, mit mondjuk? Melek? Hogy megyek? Thank you.